Csoda pillanatokkal gazdagodhattak azok, akik elkísérték a Fehérvár hangja második előválogatójára a megmérettetés 44 résztvevőjét. A válogató ugye arról szól, hogy most a közel 100 fiatalból a középdöntőbe bejut 24 fiatal, úgyhogy tényleg az első verseny, ahol igazából most találkoznak elsőre mindenki mindenkivel. Egy gondolom nagyon-nagyon izgalmas verseny előtt állunk. És valóban nagyon fontos azt hozzátenni, hogy még nem tudunk semmit, nem ismerjük, illetve csak annyira ismerjük őket, amennyire beküldték a jelentkezési lapokat, ismerkedünk az arcukkal, és a hangjukkal mindenki most fog találkozni, a zsűri is, és természetesen mi magunk a szervezők. Cserpalkovics András hangsúlyozta, egy város, ahol a művészetoktatás olyan szintű, mint Székesfehérváron, hiteles befogadó és megtartó erő is egyben. Várakozással tekintek itt az előválogató elé, de az, hogy vannak tehetséges fiatalok, azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hiszen volt egy másik tehetségkutató verseny, a versünnep, és ott is kiderült most már két alkalommal is, hogy igenis vannak a megyében és a városban olyan fiatal tehetségek, akiket szerintem érdemes felkarolni. Kellemen Angelika számára, bár tanít is, sokkal fontosabb a kisugárzás, a színpadképes megjelenés, a többi tanulható, vallja. Az egyik alapvető dolog az, hogy a saját magunk tapasztalataiból figyeljük a jelentkezőket. Tehát igaziból én, mint énekes, figyelek arra, hogy hogy énekel, és hogy milyen technikája, vagy hol tart éppen ebben a szakmában, de nagyon fontos az, hogy mit csinál itt előttünk, hogy jelenik meg, hogy van-e bátorsága, át tudja-e adni. Útközben vannak a fiatalok, mondta Quintus Konrád, és szerencsére a tehetségek nem vésznek el, a szemek pedig árulkodóak. Én onnan, a helyemről, így igaz, azt figyeltem, van-e valakinek kisugárzás, ez honnan jön, azt nem tudom, valakinek vagy van, vagy nincs. Nagyon sok fiatal volt, akinél azt éreztem, hogy sok olyasmit tud, amit nem lehet megtanulni, viszont van egy-két olyan dolog, amit nem lehet meg, vagy amit még meg kell tanulnia. Vörös Tamás profi, elismert zenész pedagógusként a tudatosságot emelte ki. 100%-ot veszük, akkor 95 tudatos. Tehát 95%, aki idejött, tudatosan készül erre a zenés pályára. Nem mindenhol fedi a valóságot az, amit odaírnak, tudod, bejelentkezési lapra, hogy miért szeretek énekelni. A középdöntő 24 résztvevője immár a nagy nyilvánosság előtt szerezheti meg a Fehérvár hangja címet.